Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged háromszor szent nevedért. Köszönjük neked, hogy elhoztál minket ide. De megvalljuk neked, hogy az emlékezés fájdalma él a szívünkben. Amikor belépünk ennek a temetőnek a kapuján, mert emlékezünk szeretteinkre, szülőkre, nagyszülőkre, gyermekekre, és az ő hiányuk ott van a szívünkben, bármennyire is tudjuk, hogy reménységünk van te benned. Testvéreim, hallgassuk meg Krisztus üzenetét, aki a feltámadás és az élet, és aki az evangélium szavaival erősít és vigasztal minket. Az Úr legyen veletek. És a feledkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor Jézus megérkezett Betániába, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumnyira, fél órányi járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mári otthon maradt. Abban az időben így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most is mindenkor, s örökkön örökké. Amen. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, hírgalmazd nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, hírgalmazd nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, hírgalmazd nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, és tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket. Szentek és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, s örökkön örökké. Amen. Thank you.
Amen.